Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy eljöttek. Ma este a Kossuth díjas és kétszeres Jászai díjas és kiváló és érdemes művész, és mindent, amit össze lehetett eddig szedni, azt hiszem, hős anya kivételével minden kitüntetést megkapott. Szóval, hogy szeretettel köszöntsék, és köszöntjük Szinetár Miklóst. Mondja, kedves Miklós, megfogná ezt a dolgot, hogy hallják magát? Azt hiszem, a továbbiakban nekem nem lesz nagyon sok dolgom, mert a rend az szokott lenni, hogy a riporter az azt mondja, hogy és mit szól ahhoz, hogy, és utána elhagyja a pástot. És a következő 1 óra 40 perc meg van oldva, mert hogy nagyon jókat szokott dumálni. Remélem, hogy nem fog rám cáfolni ma este se. Voltunk együtt véletlenül színházba. Akar róla beszélni? Hát a mostani bemutató Marica grófnő. Váglás Miska. Ja, más nem. Mondtam én. Bokaficamos riporterrel ne kezdje, Mágnás Miska. Marica grófnőt rendezett valaha életében? Mágnás Miskát rendeztem, igen. De most, amit most el fogok mondani... Maga bokája is ki van ficamodva? Igen. Most amit el fogok mondani, azt nem beszéltük meg előre, pedig olyan lesz, mintha... Direkt fölkérdezett volna, tudnék a következő. Én egy olyan Mágnás Miskát rendeztem, aminek a premierje ki volt tűzve 1956. október 25-én. És október 26-án volt a főpróba. Az akkori Blaha Lujza színházba, ami a Dohány utcában volt, most egy szálloda van a helyén. És hát ott történt az, főpróba volt még csak, hogy hát volt nekem egy ilyen nagyon elegáns, finom, parfümös ötletem, tényleg egy ilyen zseniális dolog, hogy a Pixi grófnak a vállán elsül a puska, és akkor a föntről lerepül egy liba. Nagyon elegáns, finom ötlet. És ez úgy történt, hogy az ügyelő elsütötte egy puskát kint, ez volt a hang, és föntről egy műszaki ledobta a libát. Mindez történt a harmadik felvonásban. Na és a második felvonásban egyszerre csak sül a puska, a műszaki meghallja, ledobja. Megállítom a problémát, mi van, mondom az ügyelőnek, hát miért lőttél? Mert kijön halolás sápatlan, és közölt, hogy nem én lőttem, az utcán lőttek. Úgyhogy nekem ez a vállás. A forradalom így kezdődött. Nálam így kezdődött a forradalom. Ott ültem bent, és fogalmam nem volt róla, hogy mi folyik. Mi van a városban. Az az igazság egyébként, hogy Kalmár Tiborral beszéltem a múlt héten telefonon, és ő ezt a történetet elmondta, de közben kificamodott a bokám. Hogy erre majd kérdezzek rá, és nem zárom ki, hogy eszembe jutott volna, de miután lemarica grófnőztem a közös élményünket, ezért kétségeim vannak. Úgyhogy hálás vagyok, hogy szóba hozta, és elég jó történet, jobban mondta el, mint a Kalmár. Na jó, hát az másodkéz, pedig másodkézből mindig jobban mesél az ember, szóval eredeti az sose olyan jó. Na most ebből kiderül, hogyha 56-ban már rendezett, hogy akkor hát viszonylag régóta van a pályán, tehát ilyen 60 évnél több hát ideje. Nem, idő az. Ma már összesen, mióta rendező vagyok, 66 éve. 66 évvel ezelőtt kaptam meg a diplomámat Szegeden, Shakespeare Windsori Vígnőkét rendeztem lent Szegeden. És akkor mi kötelező volt vidéken rendezni? Akkor kötelező volt, az volt a vizsgálőadás. Az volt a vizsgálőadás. Mindnyájan az egész osztály vidéken rendezett. Volt is egy nagyon érdekes eset egy vizsgarendezésben. Ha már így ilyen anekdotáknál tartunk, hogy hát ugye volt nekem egy osztálytársam, még a nevét is elmondhatom, már ki tudja mi van, mert Nagy Ernőnek hívták, és minden héten elmondta ő is, meg a főiskola pártitkára is, hogy ő a Mazalán gépgyárból jött. Az mi? Szóval ő nem egy, és ez a Mazalán gépgyár, ez így megmaradt bennem, és hát minden héten megbírált, hogy te egy utolsó kispolgár vagy már, mint hogy én, mert folyton humorizálsz, a munkásosztály nem viccel, ezt is megjegyeztem, hogy a munkásosztály nem viccel, a Mazalán gépgyár. Jó, de hát őt nagyon, nagyon pártfogolta természetesen az akkori pártszervezet, hogy munkás gyerek a Mazalán gépgyárból, és ő rendezett egy vizsgát vidéken,
ha jól emlékszem, egy gogóit, azt hiszem, a revizort, és jött a főiskolára egy telefon, hogy hát jöjjön valaki le segíteni, mert baj van. És akkor a Pártos Gézát, aki akkor ott nagy tanár volt, megkérték, hogy menjen, utazzon le, és ő le is utazott, de hát vonattal ment, és úgy ért le a vonat, hogy a próba 10-kor kezdődött, és a 10 előtt 10 perc ért le a vonat, berohant a színházba, és akkor már azt leeresztett függöny, minden, és azt mondja, tessék, kezdjék a próbát. Premier előtt mindez 5 nappal. És meg egy gongütés, fölment a függöny, és a színpadon ott ült a társulat asztalnál, mert a Nagy Ernő mostanáig csak egy asztalnál ült és beszélt neki. És nem volt, és a Pártos Gézának 5 nap alatt kellett összehozni ezt a vizsgát. Na most a történetnek azért van egy gyönyörű tanulsága, mert azért mondom el, mert hát, hogy mégis a dolog messze mutat, hogy a mi osztály ugyanebben az osztályban járt a Kazimír Károly. Kazimír Károly egy remek ember volt, méltatlanul kevés szó esik róla, és kérem szépen, ő volt a főiskolának a disztitkára. A disztitkárság akkor egy nagy hatalom volt. Az a KISZ elődje, csak a fiataloknak mondom. Hogy a KISZ elődje. A KISZ elődje, de hát az akkor ott egy nagy hatalom volt. Na most a Kazimír Karcsi egy nagyon jó ember volt, és mindenkinek csak használ. Tehát soha nem élt vissza ezzel a díszt, mindenkivel jó, de nagyon rendes fiú volt. Ez a Nagy Ernő, a szerencsétlen, persze megkapta a diplomát ebben együtt, hogy a Pártos Géza rendezte a diplomát. Hát sőt, nyilván nem szúrta el a Pártos Géza. A Mazalán gépgyárból jött a munkásosztály szívéből. De az egy szovjet gépgyár. De hát senki nem akarta szerződtetni. És 2 évre rá a Kazimír Karcsi, akkor Miskolcon már igazgató volt, mert neki nagyon ment a pálya, és azt mondta, jaj, hát a Nagy Ernő legyen valami állása, így meg úgy, és levitte és leszerződtette a Nagy Ernőt, aki hát nem nagyon tudott se labdába rúgni. Majd jöttek 1956 vérzivataros napjai, és a Nagy Ernő ordítva üldözte Kazimír Károlyt, ezt a büdös kommunistát, hogy majd ő kidobja az ablakon, mert ezek voltak azok, akik... És hát utána a Nagy Ernő még egy darabig valami külföldi rádió bemondója volt, az ment neki. Lelépett? Úgyhogy ez a figura, ami Magyarországon olyan gyakori, hogy nyílt nappal átmenni az egyik oldalról a másikra, ezt már akkor itt megéltem főiskolás koromban. Viszont a Kazimírról az jutott eszembe, hogy az a kísérletező kedv, ami a Kazimír Károlyban benne volt, hogy mindenféle nemzeti eposzokat zenésített meg a Thália Színházban, nem tudom, véletlenül valaki emlékszik erre. Az a maga szellemiségéhez mennyire volt közel? Semennyire, de nagyon szimpatikus volt. Én ilyeneket soha, annyira nem volt közel, hogy én soha nem csináltam ilyeneket. Nem lehet, hogy is értettek, de hát ezek nagyon sikeresek voltak. Hát a Kalevalát elvitték Finnországba. Hát Finnországban játszották az ő ős dráma, és hát el volt ragadtatva egész Finnország tőle. És hát egyáltalán nagyon sikeres volt, amellett hát olyan nagyszerű előadásokat csinált a Táliába. Hát kérem szépen, akkor megint ez a bizonyos ellentmondás már. Bocsánat, hogy ilyen belemászok a politikába. Hát itt azért hozzá vannak szokva. De hát ugye akkor volt az, hogy a Kazimír Karcsi végig, élete végéig kitartott amellett, hogy ő szocialista, kommunista, pártbizottsági tag volt, anyám kívül, budapesti pártbizottság tagja, de szeretném hangsúlyozni, hogy voltak ilyenek is, hogy mindenkinek csak használt. Mindenkinek csak használt. Senki nem tudta azt mondani, hogy őt a Kazimír kinyi, nagyon rendes ember volt. Na már most, volt egy év, amikor én föltettem azt a történelmi kérdést, nem akarom bántani, hogy hát Kecskeméten bemutatták Nagy, Schillernek a Don Carlosát. Egy előadásban is Pesten eljátszották a Történelem alulnézetben című modern darabot. Gyurko László, nem? Nem. Az nem Gyurko volt a történelmi alulnézet? Azt hiszem, hogy Kertész Ákos volt. László Bencsik Sándor azt mondta. Megmondták, köszi.
Azt hiszem, egy rokon. Na most hát akkor tettem én fel azt a találós kérdést, hogy hát a kecskeméti Don Carlos az egy szabályos, derék, becsületes, klasszikus előadás, nagyon finom pszichológiai megoldások, az egész egy nagyon jó előadás. A történelem alulnézetben viszont valami nagyon keserű képet fest erről a magyarországi rendszerről. Hát arról szól, hogy ez a munkásosztály, amelyik névleg uralkodik. Hát ez milyen valódi helyzetben van, és az egész rendszernek egy nagy kritikája volt. Na most jön itt az én találós kérdésem. Melyiket, azt a Don Carlost, vagy a történelem, az egyiket egy olyan rendező rendezte, aki maga volt az elemelt ellenállás is, akik zarándokoltak le a pesti újságírók, hogy hát itt aztán tényleg nagyon-nagyon el. A másikat pedig a budapesti pártbizottság tagja rendezte a rendszer. Na melyiket melyik? És bizony a dolog fordítva történt. Mert a Kazimér rendezte azt a, és hozta létre azt a történelem alulnézetben, ami hát ennek a rendszernek az egyik legkeményebb kritikája volt. És hát az a vidéki legendás előadás, az pedig hát oda mentek le, minden pesti ment le, hogy ja Istenem, hát ez aztán az ellenállás. Akkor, amikor a televízióban főnök volt, akkor lehetett ott szabadon mozogni? Mármint, hogy úgy értem, hogy politikailag mennyire volt óvatos? Hát ez egy olyan vegyes dolog volt, mert azt kell mondanom, hogy mi a kulturális terület, hát nagyon nagy televízió volt. Mi a kulturális terület, nagyon el voltunk választva a politikai területtől. És hát teljesen más volt a szellemiség. Azt a kulturális területet, azt a két évtizedet, azt nagyon-nagyon tudom vállalni, annak ma is játsszák a darabjait. De hát ott is voltak komikus epizódok. Ugye volt egy ilyen műsorértekezlet, ahol mindig az elmúlt hetet értékelte a televízió vezetése, ott volt az összes osztályvezető, főosztály, minden vezető ott ült, valami 30-an ültek ott. És volt egy olyan ülés, amikor a politikai adások vezető szerkesztője nekem rontott, hogy azt mondja, hát meg vagy te őrülve. Mondom, mi történt, mi a baj? Hát, hogy itt a múlt héten itt bemutattátok, és te forszíroztad az Arany Jánosnak a toldiát. Mondom, hogy mi a baj a toldival? Hát hogy mi a baj? Hát a magyar vitéz küzd a cseh vitézzel most, amikor a Huszák elvtárs ide látogat. Ez frankó, mert a Huszák elvtárs látogatásának hetében. De hát az is volt, hogy azt mondta a televíziónak a bemondója a meteorológiai jelentésbe, hogy nagyon-nagyon szép idő ígérkezik, holnap is sütni fog a nap, remek strandidő. Telefon. Meg vannak maguk őrülve, most, amikor itt szárazság van, és a parasztság tönkre megy, és nem esik az eső már hetek óta, akkor maguknak ez szép idő. Mert hogy süt a nap. Szóval, hogy mondjam, az is egy világ volt. Az is egy, de megfordítva, hát a múltkor, amíg még volt ez a hármas csatorna, ebbe a mai televízióban megismételték a Déri Tibornak a talpsimogatóját, amit mi csináltunk, ami valami olyan kegyetlen kritika volt az egész akkori rendszer fölött. Kérdem tisztelettel, hol csinálnak ma egy ilyet? Hát hol csinálnak ma a kapitalizmusról egy ilyet? Hát azért attól jobban félnek, úgy látszik. Biztos az, hogy jobban félnek, nem lehet az, hogy nem félnek, csak érdektelen. Tehát, hogy nem másznak olyan nagyon bele irodalmi munkákba, hogy egy kicsit linkebb lett a világ, nem? Jó, hát akkor most egy nagy képűt fogok mondani, ami úgy néz ki, mint dicsekvés, ezt komolyan mondom. Annak idején én nagyon büszke voltam a televízióban. Volt olyan év, hogy 72 darab tévéjátékot csináltunk egy olyan évben, amikor abban az évben készült még két olyan sorozat, mint a Fekete Város és a Rózsa Sándor. Még mindegyik. Továbbá 10 év alatt a magyar televízió 50 darab
a Televízió Zenés Színháza című eredeti operát, operettet, tehát ami saját, nem színházi közvetítés. Ilyen nem volt akkor a világon. És akkor kérdezték tőlem, hogy hát mi a véleményem. Mondom, én nagyon büszke vagyok a mi televíziónkra, mármint a kultúrásra. Miért? Mi a... Azért vagyok rá büszke, mert nem olyan, mint egy televízió. Még azt kérdezték tőlem, hogy miért, milyen egy televízió? Hát mondom, egy televízió az olyan, hogy két lábszagú szórakoztatás között szájba politizálják az embert. Bejött. Kereskedelmi tévéket szokott nézni egyébként? Időnként igen. Igen. És más egy ilyen csillagszületikes tehetségkutató? Bevallom, nem. Ez akkor hibám, mit? Nem? Akkor nem, mit? Archív csatornákon nézi a saját nem, munkáit? Semmi bajom vele. Únom. Egyszerűen nem tud igaz. Hogy mondjam, a vetélkedőkkel nekem az a bajom, de hát ez egy elfogultság, és természetes, hogy nem vagyok objektív. Hát mi ebbe a ki mit tudba, ott ültünk a zsűribe. És azt mondtuk, amit akartunk. Mindenkinek, ami eszébe jutott, amit gondolt, azt mondta. Elképzelhetetlen lett volna, hogy bejön egy szerkesztő, és azt mondja, a feszültség véget, neked egy kicsit gonoszabbnak kéne lenni, te legyél egy kicsit jobb, na várjatok, most jön a telefon, most kell húzni az időt. Ez elképzelhetett, hogy mondjam, ez egy másik műfaj. Szóval, hogy mondjam, amikor az van, hogy még lehet szavazni, még 5 percig lehet szavazni, ja, és szól, és a zene azt mondja, hogy... akkor én már annyira unatkozom, hogy akkor azt mondom, hogy mondjam, az rendben van, hogy engem hülyének néznek. Nem nézik hülyének. Ha maga azt a vállalatot igazgatná, amelyiknek ez a produkciója, ott tudná azt, hogy élet-halál kérdése, hogyha még 5 percig húzzák az időt, akkor az alatt befut még neki 950 000 szavazat, és az ennyi és ennyi pénzt hoz. Mert igen, ez egy biztos. Pénztermelő vállalat. Biztos. És tök mindegy, hogy egyébként csak magának ez biztos, nincs de nekem ezzel semmi bajom nincs. Nekem ezzel a világon semmi bajom nincs. Én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, ha lenne más is. Nekem az a bajom, hogy nincs más is. Hogy ez ugyanolyan monopol helyzetben van, mint amilyen monopol helyzetben mi voltunk. Mert 80... mi is abszolút monopol. Ja. 80 milliárdból gazdálkodik a köztévé, ott megengedhetnék maguknak, hogy hát operát rendezzenek, vagy amit akarnak. Hát nem? Ők aztán igen, de... Igen. 80 milliárdból. De akkor egy kicsit szidom most a bal oldalt, hogy népszerű legyek. Ja, csak azért hogy... kibújik a tévézésből. Kérem szépen, ezelőtt, maga még akkor ott volt, ezelőtt annak nem is hány éve volt, 2008-ban, igen, 2008-ban, annak 11 évvel ezelőtt, kaptam egy olyan izét, hogy 30 darab televíziós, különböző szerkesztő, rendező, megkeresett engem, mert akkor leváltották az elnököt, hogy pályázzam meg a televízió elnökségét. Hát mondom, már öreg vagyok ezért, de csak megpályáztam. Akkor még kuratórium volt. És hát egy borzasztó pimasz dolog volt a pályázatomban. Az volt a pályázatomban, hogy hát ez a pénz, ami van, ami nagyon kevés volt, hát semmi nincs műsorra, hát szeretnék csinálni újra színházi közvetítéseket, ezt, azt, amat. És kérek szépen ahhoz, hogy én ezt elvállaljam, kérek szépen 2 milliárd pluszt. Még egyszer mondom, nem 80-at, 2-t. És hát akkor az akkori szociliberális adott egy utasítást a kuratóriumnak, hogy ellenem kell szavazni, mert hát nem lehet pazarolni a pénzt. Úgyhogy ez is hozzátartozik a teljes igazsághoz. Hát a pénz az sose szabad pazarolni. A kultúrára. Azt mondaná el, hogy egyébként miért hagyta ott az operaigazgatást? Hát ugyanezért. Ha gondoltam, összetartozó történetek, akkor hát kerüljenek egymásra. Kérem szépen, a operában volt nekem egy költségvetésem,
majd egyszerre csak fogta magát a vizet, és hát spórolni kell jeligére, elvették ennek a költségvetésnek a 30%-át, de már a hónapra. Annyira, hát ugye akkor volt az ezért is van, hogy a, természetesen az ilyesmit Magyarországon most hát kényszerből, meg muszájból el szokták vállalni. Hát ugye kaptam is rögtön egy levelet a gazdasági igazgatómtól, amelyik javasolta, hogy a énekeseim esti gázsiát vegyem le 50%-kal. És ma is megvan a lepecsételt hivatalos válaszlevelem, amire annyit írtam csak rá, már elnézést kérek, de 18 év feletti közönségben azt írtam rá, de teljes szöveg, hogy LF. Egy nagy LF, ezt írtam rá, és következő héten közöltem, hogy akkor részemről ennyi. Még annyi elégtételem volt, hogy a Cvak, aki akkor még egy írt egy cikket, én voltam az egyetlen, aki lemondtam azért, mert elvették a költségvetésemet. A dolog úgy folytatódott, hogy aztán átvette egy másik vezetés, és kijött a miniszter, aki előtte együtt a tévében még beszéltünk, és akkor az operának a költségvetése volt 6 milliárd forint. És hát, hogy nem, hát, hogy el kell venni pénzt, meg kell a pénzt, kell ide, oda menni, és hogy jó, hát rögtön, ezen út vitatkoztunk, mert mikor jöttünk le a tévé lépcsőn, azt mondta, hogy hát én tudom, hogy az bécsi opera költségvetése 18 milliárd forintnak felel meg, de hát az Bécs, mondta. Igen. Na, ez a miniszter, aki elég rövid ideig volt aztán miniszter, ez kijött egy társulati ülésre beiktatni a következő igazgatót, és akkor felsorolt mindenféléket, és azt mondta, hogy és hát az elmúlt 5 évért köszönetet mondunk Szinetár Miklósnak. És akkor a nézőtéren kitört a taps, és erre nagyon büszke vagyok, és 8-9 percig nem maradt abba. A miniszter háromszor akarta folytatni, és nem tudta folytatni. Egyszerűen belé rekesztette a társulat a szót. Ez volt a legklasszabb emléke a pályájáról? Ez, ez. Oké, csak hogy... Ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy na. És operát rendezni a legjobb? Vagy mit szeret a legjobban rendezni? Mindent. Olyat, aminek van valami mondandója a világ számára. És ami az én mondandómmal egyezik. De... arra mindig nagyon, de csak olyat, ami a szerzővel nem ellentétes. Szóval olyan hülyeséget nem soha nem vállaltam, ami hát múltkor volt a Nemzetibe egy olyan Cyrano, ami arról szólt, hogy a rendező be akarta bizonyítani egy estén keresztül, hogy az egy nagyon rossz darab. Hát miért kell megvetni? Na most én rendkívül szerencsés, jósorsú ember voltam, mert hát amiket rendeztem azoknak, hát szinte az valamennyi olyan volt, amivel egyet értettem, magam választottam. Szóval olyan, hogy most kényszerből megrendezek valamit pénzért, olyan előfordul, de nagyon ritkán. Hát kaszka, mert ha sokat fizettek, mit tudom én, rendeztem összesen 197 mindenfélét, színdarabot, tévéjátékot, filmet, ezt, azt, amat. Hát abból talán 3 vagy 4 volt ilyen, a többi az mind olyan, amit valamilyen formában magam választottam, vagy örömmel fogadtam el. Melyik műfajt bírja a legjobban, melyiket szereti a legjobban nézni, és melyiket csinálni? Én vagy ez mindig egybeesik? Egybeesik, bár az fura, ez egy alkati dolog, vagy a fene tudja. Nagyon érdekes, hogy a premierig mindent tudok a darabról, és aztán a premier után egy hónappal már az asszisztensem sokkal jobban emlékszik rá, mint én, hogy mit kell, mi, hogy volt, meg mint volt. De nem, hát van egy pár olyan darabom, ami maradandó, amit bennem maradandó, úgy értem, és nem is kevés. Hát ilyen volt a Nemzetiben a Tartüff, azt nagyon szerettem. Az egy nagyon fontos előadás volt. Akkor még ki volt a Tartüff? Bubik István volt a Tartüff,
akit akkor főiskolát akkor végezte el, és akkor én elhívtam őt egy kávéházba, és azt mondtam neki, hogy Pista, én most rendezek egy darabot, és a Tartuffe egy népies Tartuffe lesz. Téged meg fognak lincselni ezért bizonyos oldalon, akkor vállald el, ha ezt vállalod. Vállalta. Egy nagyszerű színész volt, ilyen kihegyezett tékkel beszélt meg. Na most ez akkor volt, amikor ez az egész népiség jött a Rozson át. Ez 1986. Uh-huh. És nagy pillanat, és remek volt a Bubik, remek, mindenki nagyon jó volt. De van egy nagy pillanata a darabnak, amit én rettentően szeretek. Ugye a darab arról volt szó, hogy a orgón imádja ezt a Tartuffe-t, bedől neki, mert hogy ez egy annyira egyszerű, derék, jó ember és vallásos. Majd hát a Tartuffe elárulja, följelenti, és hát jön érte a rendőrség, és menekülnie kell. És amikor a Tartuffe-nek menekülnie kell, akkor odaszól a családjának, hogy vigyázzatok. Na most ez nálam úgy volt, hogy a Kállai Ferenc volt az orgon, és nem, nem hozzá, hanem előre jött, ránézett a közönségre, és azt mondta, hogy vigyázzatok. Ez volt 1986. Azt nagyon szeret, hogy őrült siker volt, nagyon sokáig játszott a Várszínházba, ment ott, ahol a karmeliták korosról. Csak még nem volt erké. Nem. Nagyon jó színház. Úgyhogy azt mondta, hogy vigyázzon. De, hogy visszatérjek az elejére a dolognak, hogy filmet csinálni jobb-e, vagy színpadra állítani valamit jobb-e, vagy tévéjátékot csinálni, azt szerintem abban semmi jó nincsen. Legfeljebb a hatása. Mindet szerettem, ha valami olyan mondandót tudtam elmondani, amit én akkor nagyon el akartam mondani, ha olyan színészekkel dolgoztam. Na, oda akartam kiukadni, hogy operaénekesekkel 30 évvel ezelőtt dolgozni, amikor még nem voltak karcsúak, nem az volt a trend. Igen, jó tudtam. Színészkedni, tanítani őket, vagy nem tudom, rávenni őket, az könnyű dolog? Hát, van egy előadásom, ami tavaly még műsorom volt. Az operában a Kozifán tudta, az egyik, talán a legkedvesebb opera rendezésem, annak a bemutatója 1979. 40 évig ment. Mindig más szereposztásra. Első szereposztás leírhatatlan, zseniális volt. Akkor már csupa fiatal volt. Akkor és hát volt a Gulyás Dénes, a Melis György, a Kalmár Magda, Kincses Veronika. Remek társaság volt. Gáti Pista, nagyszerű volt. És a mai opera énekesek mennyiben másak, mint ez a nagyszerű társaság 70-ben? Hogy mondjam, annyi változott meg, hogy technikailag sokkal biztosabban. Jobb lett az énektanítás, tehát régen az mindig egy izgalom volt, hogy kijön-e az a magas hang, vagy nem jön ki, és a körül for, de ma nem egy téma, nem egy téte kijön. Szóval technikailag sokkal fejlettebbek. A Zeneakadémián tanítok most, és ott van két osztályom, és nagyon meglep, hogy a fiatalok, akik énekesek lesznek, mennyire rugalmasak, mennyi fantáziájuk van, mennyire jó színészek. Szóval a világ nagyon megváltozott. Szóval ezek már nem azok a derék kövér opera énekesek, akik azt mondta, volt olyan, aki azt mondta, bocsánat, vagy énekelek, vagy játszok. ilyen ma már, de olyan terrorista is volt nem nálam, aki azt mondta a Rigolettóra, hát az egész darabból az a C érdekel. Ilyen ma már, ez ma már. És maga a kesztyűs kézzel bánt a színészeivel, meg az énekeseivel? Tehát amit úgy tanítanak a főiskolán, egy színész vezetés, az hogy tanította? A színészeket? Igen, nem. Hogy hogyan bánt a színészeivel a színészvezetést? Azt hogyan szokta meg? Jól, hát azt én nem tudom. De jó, de hogy bársonyos, vagy ilyen drámai módon, sokkolóan, Stanislavskisan működteti őket. Sokkolóan nem, azt én utáltam. Mert maga egy harmonikus személyiség, tehát hogy én azt képzelem, hogy
arra törekszik, hogy jól érezzék magukat a környezetében. Nekem nagyon, nekem, amikor színházat vezettem, tévé, nekem ott mindig nagyon fontos volt, hogy akikkel dolgozom, azok mindig jól érezzék magukat. És én is. Az nagyon fontos. Szóval van nekem egy nagyszerű feleségem, aki egy remek színésznő. És a László Bencsik Józsefet is ő tudta, igen, nem csak jó színésznő. Mi egy húron, egy húron pendülünk. Sándor, igen. Egyszer volt valamikor, régen volt valami darabba, beosztották, és a rendező azzal kezdte a szózatát, hogy én azt tudom mondani, hogy borzasztóan kemény munka, és véres, verejtékes hetek következik. Mert a felségem felállt, köszönöm szépen. De ez az... Nem, hogy mondjam, a színháznak a célja az, hogy elgondolkoztasson, és az elgondolkoztatáson túl, az elgondolkoztatással is, de mással is örömet okozzon. Örömet okozni azt tud, aki maga is örül, aki csinálja. Múltkor olvastam egy kollégának valamilyen naplójegyzetét, és azt olvastam benne, hogy mennyit szenved a próbákon. És kértem, akkor minek csinálni? Minek csinálni? De meg kell mondanom, hogy ez alkati kérdés. Az egyik ember ilyen, a másik ember olyan. Szeretnék valamit kérdezni, hogy nevezetesen a színésznőket, azokat hogy bírta? Tehát, hogy akikbe beépített hisztéria van, de azért egyébként fantasztikusak, tehát, és azért maga nagy klasszikus művésznőket idomított. Az hogy ment? Hát volt, hogy mondjam, nézze, nekem van egy elméletem, ezt mindig elmondom, ez az életben mindenre vonatkozik. Hogy az egész élet úgy, ahogy van, arányok kérdése. Minden, hogy mi az arány. Szóval a Wagner, a Richard Wagnerhez fogható, mocskos gazember a művészet történetben, hát nem tudom, hogy volt-e valaha. Mindenkit becsapott, mindenkit elárult. A Kozimát a Bülótól vette el, aki az egyik legjobb barátja volt. A Lajos király, akitől mindent elfogadott és tarhált. Szóval mindenki, a Lisztet mindenkit megállás nélkül elárult, becsapott, antiszemita volt, hazudott, szörnyeteg volt. Megszólal a tűzvarázs, nem tudom megállni, majdnem, hogy könyv szökik a szemembe. Ez egy ilyen arány. De van olyan magyar, ismert magyar író, aki mindenféle hülyeségeket, ilyen vizéket leírt, akinek azt mondtam, hogy te nem vagy olyan jó író, hogy ilyen hülyeségeket írjál. Ez minden egy ilyen arány kérdése. És ezt mondta is neki? Tessék? Mondta is neki? Mondta neki, nagyon jó, meg is mondta, a Csurka Pista, nagyon jó haverom volt egyébként. Tehát Pista, mondom, szeretem a darabjaidat, de nem írsz a jókat, hogy ilyen hülyeségeket írjál. Annyira azért ezek nem jön. Szóval nem a Wagner Richard. Kéne az ember mindent elfelejt, egy perc alatt, mert egyszerűen olyan zseniális. Na most a színésznőknél is ez volt, hogy mondjam, aki hát vitathatatlan, hogy én mindig olyan színészekkel igyekeztem dolgozni, akik... Hát nem azt mondom, hogy normálisak, de a hisztérikus, szóval azok a... Szóval hogyan, nála olyan színésznő már nem nagyon, akikről tudom azt, hogy de reggel a próbára fekete szemüveggel jön be kialvatlanul, és már hiszéri, azzal én már nem... Ha csak nem zseniális, de ilyen nem nagyon van. Ilyen nem nagyon van. És régen se volt, azért régen volt egy-kettő. Régen volt egy-kettő, egyen volt egy. Nagy, még sikerem is volt vele. Az egy a Királyért című darabot rendeztem a... Somerset Maugham-nak a darabját a mostani Itália színházban. Arról volt nevezetes, hogy a Jávor Pál akkor jött vissza Magyarországra, és az volt az utolsó szerepe. Még egyszer fölépett, engem mint fiatal rendezőt fölkértek, hogy én rendezzem meg. Jó, ez egy, akkor elmondok három anekdótát ezzel kapcsolatban. A Királyért ott nagyon. Az egyik az én ötletem volt, amire azt lehet mondani, hogy csalás, vindli, de életmentés volt,
hogy a Jávor Pál akkor már beteg is volt minden, és nem volt sose egy túl jó színpadi színész, zseniális filmszínész volt, színpadon nem volt egy nagy, és akkor már nagyon gyenge volt. És alig tudta a szöveget, és sok bajod volt vele minden, és félő volt, hogy a közönségnek nagy csalódást okoz, a magyar nagy megfogva, hogy nem lesz sikere. És el volt terjedve róla a városba az, ami nem volt igaz, hogy megvakult. Az volt csak az igazság, hogy elég rosszul látott, de nem vakult meg, csak hát ugye Pesten a pletyka úgy ment, hogy rosszul látott, meg a panaszkodott, de aztán, hogy megvakult. És akkor, mikor az utolsó izékben éreztem már, hogy meg fog bukni, hogy baj lesz, nem lesz, akkor azt mondtam neki az egyik nagy jelenete után, amit rosszul mondta el a szöveget, akármit csináltam, mert egyszerűen nem volt már az, aki, és utána egy nagyon hatásosnak szánt jelenet volt, és ment ki a jelenet után. És akkor, hogy megmentsem őt, azt találtam ki, hogy azt mondtam neki, hogy te mondom, Pali, olyan zavarba vagy itt a kimenetelni, hogy nem találod a kilincset. Keresed, hogy hol a kilincs, egy percig, és a közönség azt hitte, hogy a vakemberket, és olyan taps volt, amikor kiment. Egyszerűen a szánalom és az együttérzés megmentette, hát hogy mondjam, ez nem egy tisztességes eszköz, de azt a színészt én akkor ott megmentettem ezzel, mert ha akkor kimegy és nem verődik össze két tenyér, hát ez meghal. Másik ugyanabban a darabban meg a fordított izé volt, a Dajka Margit is benne volt, aki hát egy zseniális színésznő volt, hát én imádtam. De hát ő az a típusú színész volt, akivel nem szívesen dolgozom, mert folyton azt mondta, hogy nem érzem. Én olyan tudtam dolgozni, akinek ha azt mondtam, hogy te gyere be jobbról, és ha azt mondja nekem, hogy nem én balról szeretnénk, nagyon jó. Azzal én szívesen dolgozom. De azzal, aki azt mondja, hogy gondba esik, és nem érzi, az már nekem zajjal jár. Na most a Dajka majd, mikor ötödször azt mondta, hogy nem érzem, akkor én oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, én kis, nagyon kezdő, fiatal rendező, hogy művésznő drága, tanulja végre meg a szövegét, és rögtön érezni fogja. Így rám nézett, termetten, és utána egy hosszú élete szóló barátság volt. Tényleg? Azt hittem, soha többé nem akart. Igen, ezt ő díjazta, hogy végre egyszer valaki megmond, azért, mert nem tudta a szöveget. De a harmadik, az szintén gyönyörű idő volt, hogy a Gellért Lajos játszott benne, nagy színész volt. És egyszer azt mondta, hogy és ilyen vereretesen beszélt magánéletben, és azt mondja, ezzel kérjem, akarok magával beszélni, mondom, parancsoljon. Szóval itt ebbe a szerepembe az van, hogy én ennek a nőnek, mint orvos, egy injekciót adok, és ezzel megölöm. Na most hát én egy kommunista vagyok, én ezzel nem értek egyet. És hát ez egy viszély, egy orvos ilyet nem csinálhat. Hát mondom, akkor Lulu bácsi, hát akkor mi legyen? Ez nekem mindig a borzasztó keresztkérdésem volt. Mindig azzal tudtam emberekhez, az egyetlen ember mindig, hogy mikor már nagyon hosszan mondják, akkor azt kérdezem, hogy na és akkor mi legyen? Mert az, hogy minden legyen, az mindenki tudta, de mi legyen? És akkor Lulu bácsi rám nézett, és azt mondta, én természetesen ez a szöveg el fogom játszani, de azt is eljátszom, hogy nem értek vele egyet. Hát mondom, bravo, nagyon jó. És ez úgy csinálta, beadta a Dajkának az injekciót, és utána elfordult a fejében, és így meglátta. És ezzel jelezte, hogy ő Gellért Lajos ezzel nem értek. De hát akkor én még nagyon fiatal voltam, és akkor még ilyen, ezek nagyon nagy színészek voltak. Szóval... Nem mert velük újat húzni? Vagy nem akart? Az attól függ, én mindig elmondtam, amit szerettem volna, mindig elértem, amit akartam, csak hát annak különböző módjai vannak. Hát egy tanítványom, asszisztensem volt, későbbi Kossuth-díjas rendező,
aki színházat vezetett, és nagyon szerettettük egymást, sokat panaszkodott nekem, hogy borzasztó, hát nem tudja elérni, hogy ez a Kállai Feri ne ordítson. Hát én mondom, ne ordíts Ferikém, ne ordíts Ferikém, hát ebben az évben, és ő még csak ordít, hát ez borzasztó. Mondom, ide figyelj, ne azt mondd neki, hogy ne ordítson. Hát ezek ilyen nagy önjáró emberek. Én azt ajánlom neked, hogy amikor szünet van a büfében, mellé állsz, iszod a kávét, és következőt mondod neki, hogy a Ferikém, na, valamit akarok neked, napok óta mondani, nem jut az eszembe, mi a fenét is. Ja igen, na, ott egy kicsit legyél halkabb annál a mondat, meg fogja csinálni. De ne alázd meg. Ne hozz olyan helyzetbe, hogy a többiek azt látják, hogy ő nem azt játsza, amit akar, hanem neki parancsolnak. Aha. Most ez már lassan értem a technológiát, hogy hogyan bánt a színészekkel. Olyan nem volt, hogy valaki irritálóan tehetségtelennek mutatkozott, és azt meg kellett oldania? Nem, mazlista voltam. Ilyen. Csak beszéljen bele, ha szabad kérni. Mazlista voltam, nem, nagyon nem, ilyenre nem nagyon emlékszem, hát persze. Jó, hát hogy mondjam, nagyon érdekes kalandjaim voltak. Hát ugye 14 országban rendeztem, és hát az izé volt Kazakszánban, amikor Alma-Atában rendeztem a Vígözvegyet, akkor egyszerűen ott fagyta meg a színpadon, amikor az egyik főszereplőmnek főpróba kellős közepén megszólalt a zsebébe a telefon, és kivette, és elkezdett a nyílt színpadon hosszan beszélni a telefon. Szóval úgy mondjam, ahány ház, annyi szokás. Ahány ház. Egyébként ezt a növendékemnek most a Zeneakadémián folyton mondom nekik, hogy hát operaénekesek rendkívül sok országba fognak föllépni, ha szerencséjük van, és reméljük, hogy lesz. És abból induljanak ki, hogy a színház abban különbözik a filmtől többek között, hogy hiketnunk, mindig itt és most. Az mindig egy pillanatnyi helyzettől függ. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy Kopenhágában van egy gyönyörű operaház. Egy nagyszerű építész építette. És Ománba van szintén egy gyönyörű operaház. Nagyon modern, szép, lehet, hogy ugyanaz építette. Mind a kettő két gyönyörű modern opera. Na most Kopenhágában, ha kisüt a nap, akkor a lányok levetik a blúzukat, és mesztelen felsőtesttel kifekszenek a padra napozni. Ománba, ha íz alatt valami kijátszik, az már erkölcstelenség. Na most a Traviatát nyilván nem lehet ugyanúgy játszani, mint a két színházban, holott a két nagyon modern és egyforma operaház. Mm-hmm. Na most hát ez vonatkozik mindez. Szóval, volt egy tanár azt mondta egyszer a színművészeti főiskolán, vannak ilyen banális dolgok, azt én mindig idézem, az egy alap dolog, azt meg kell tanulni, azt mondta, hogy egyet jegyezzenek meg. Minden darab más. Ez egy banalitás, de nagyon igaz. Annyira. És minden szín, és minden előadás más. Minden helyzet más. Az, most hát ez... Az életet lehet megtanulni magától itt. Nem. Hát ingyen, az... gyakorlatilag, vagy nagyon kis befektetéssel. Nem akart színész lenni soha? Hát foglalkoztam, még ifjúkoromban be is ugrottam az Operettszínházban, nagyon fiatal voltam. Láttam egy videót, amikor készültem erről a beszélgetésre, ahol maga duettet énekel, operettet. Ja, azt szoktam, igazán. Azt szoktam. De prózai szerepek. De azt hozzá kell tenni a videó, beugrottam a Álruhás kisasszony című darabban, a Latabár partnere voltam, és elkövettem azt a fantasztikus felségsértést, amire nem tudtam, hogy az, hogy bementem a Kálmán öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy Kálmán, nem kérdezné tőlem ezt, mert nekem erre van egy poénem. Na most, hogy a Latabár, hogy ő kérdezzen, és ne ő mondja a poént. Na most akkor én nélküle ott mindenféléket csináltam, és akkor másnap bement az igazgatónőhöz, és azt mondta, hogy ez rendez minket? De aztán megszerezte a tekintélyt végül is? Aj, nagyon, Latabár nagyon. Csak poén nem volt. Nagyon, poén nem volt, kétszer. Nagyon szerettem. De nagyon furcsa nekem, hogy mondjam, van egyfajta színészi erkölcs, ami az mi? Van, akiben megvan, van, akiben nincs, bennem nem volt.
egy másik darabba is beugrottam, ott a Keleti Laci volt a partnerem. Színigazgatót játszottam, Montmartre Ibolya című darabba, és a Keleti Laci volt a partnerem, és mindig a veszélyet is közben az volt az egyik poénja, hogy leköpött. És én azt mondtam neki, hogy ez egy rendkívül ízlésen dolog, és kérem, hogy ne köpjön le. De ő csak leköpött. Jó, erre én a következő előadáson, amikor leköpött, akkor neki volt egy, mondott egy poént, ami úgy hangzott el, hogy tudja maga, hogy mi a izé? És akkor én azt mondtam, hogy mi? És akkor azt mondta, hogy bány, és nagy taps. És jött az este, és azt mondta, tudja maga, mi az izé? Mondom, mi? És amikor azt mondta volna, hogy bam, akkor én azt mondtam, hogy soha többet nem köpött le. Na most, hogy az én előbb említett drága feleségem, az egy rendkívül erkölcsös színésznő. És amikor színészekkel játszik, akik valami nagyon erkölcsenek, akkor mindig elmondom neki ezt a példát. És ő mindig azt mondja, hogy ő erre képtelen. Ez egyszerűen a színpadi erkölcsel nem függöző, úgyhogy nem biztos, hogy jó színész lett. Most az anekdotából hirtelen berántam valami komolyba, hogy nevezetesen ezeket a MeToo ügyeket, hogy élte meg, vagy mit gondol róluk? Milyen ügyet? MeToo, tudja, amikor konkrétan a Marton Lászlóval indult, és az ő... Ez egy sok szerémű, itt rengeteg minden össze van keverve. Itt rengeteg minden össze van keverve, és megint ez az én rögeszmém, az arányok. Tehát az, hogy a Marton Laci, azért a dolgokat le kell, a Marton Laci rendkívül ízléstelenül viselkedett, és olyanokat csinált, amit egy színigazgató nem engedhet meg magának. Tehát az, hogy fiatal lányokat, akik bent vannak a nézőtéren, azokat fölhív az irodájába, és azokat elkezdi. Ez gusztustalan, ízléstelen. De nem fektette le őket, nem ígért nekik szerepet, nem élt vissza ilyen formájába a hatalmával. Olyan gusztustalan és ízléstelen volt, ami egy színigazgatónak megengedhetetlen. Tehát az, hogy ő a Víg Színházban többet nem lehetett főrendező, ez teljesen rendben van. Az is teljesen rendben van, hogy a főiskolán nem taníthat ezek után, mert mindenféle ízléstelen, gusztustalanságos. Na de az, hogy nem rendezhet, az, hogy nem teheti be a lábát a Víg Színházba, hát hogy mondjam, ez olyan, mintha a közértben van egy takarítónő, aki stikába csokit lop, meg vizé mind, és akkor felakasztják. Hát azért arányok vannak. Hát azért arányok vannak. Na most hát itt is, meg hát a szokásos hisztéria. Szóval, mondjam, nekem erről az a véleményem, hogy van egy választóvonal. Egy nagyon-nagyon fontos választóvonal. Ugyanez vonatkozik a Domingóra is. Van egy visszaél a hatalmával, vagy nem él vissza a hatalmával. Ha privát, ízléstelen, gusztustalan, hogy mondja, ha visszaír a népszerűségével, az egy másik dolog. De ha szerepet ígér, ha állást ígér, ha fenyeget, hogy az megbocsáthatatlan. Tehát itt a határ ott húzódik, hogy más az, hogy valaki ízléstelen, gusztustalan, macsó, erőszakos, akit igenis el kell ítélni, és más az, hogy visszaír az adott hatalmával. Ez két teljesen különböző dolog. Uh-huh. És két teljesen különböző kategória. És az, hogy őt gyakorlatilag az ő művészi életművét azt leírták és lenullázták ezzel, ez mennyire tartja ízlésesnek, arányosnak? Hát egy nonsensnek tartom, mert az azt aztán különösen, amit hogy a Radnóti Zsuzsa ír róla, megemlíti, hogy a klubrádióban akartak vele műsor, és leállították, letiltották. Úgyhogy hát erre mondom, hogy na jól nézek ki, egyik oldalon is letiltanak, másik oldalon is letiltanak. Úgy látszik, a letiltás az csípőből jön. Az egy reflex. Aztán megjelent, hogy nem tiltották le, persze soha nem tiltanak le senkit. Sem az egyik oldalon, sem a másik oldalon. Csak épp a műsor szerkezetnek, azért meg a meteorológia állása, meg egyáltalán. A dolgok úgy alakulnak. A dolgok valahogy úgy alakulnak, hát persze. Szóval visszatérve arra, hogy akart-e színész lenni valaha.
a főiskolára, amikor elment, mindjárt rendező akart lenni, rendezést tanulni akart menni? Hát azt se tudtam, hogy mi az, hogy rendező. Fogalmam se volt. Én gimnazista voltam, és összevesztem rettenetesen az osztályfőnökömmel, mert József Attilát imádtam már akkor, és József Attila verseg, és akkor ő meg azt mondta, hogy a József Attila egy anarchista, szörnyű, tehetségtelen, és szörnyen összevonna. Ennek eredményeként írtam egy 3 felvonásos színdarabot, elvittem a Nemzeti Színházba, és leadtam a Major Tamás titkárságnak, mert hát kinek. Voltam ehhez 17 éves, 6. gimnazista. És akkor a major behivatott, és azt mondta, hogy hát ez a darab még nagyon tejfölös, így mondta. De hát a színművészeti most indul rendező szak, hát most az mi? De hát közben, és akkor jelentkeztem, és ott szavaltam, mert azt korábban is csináltam, színészkedtem. És akkor fölvettek, és ott tanultam meg egyáltalán, hogy ez micsoda. De mindig elmondom azt, hogy borzasztó fontos. Van a Karintinak az a zseniális írása, amikor a doktor ugyanaz lent van a villamoson, és ordít, hogy tessék beljebb menni, van ott még hely, hát miért nem mennek beljebb? Följut a villamosra, a következő megállóra, a doktor ugyanaz, de tessék lent türelemmel lenni, hát nem lehet rögtön felve. Ez a Karinti zseniális írás. Na most ezen a mi pályánkon hányszor tapasztalom azt, hogy olyan emberek, akik fiatalon csinálnak karriert, különösen az operában, azt mondják, amikor egy fiatalnak lehetőséget adnak, hogy hát még korai, hát még várnék, hát nem szabad ilyen korán. Na most nekünk volt az a nagy helyzetünk, hogy azt soha nem felejtem el, első éves rendező, ha bejött az osztályba a főtanszakvezető, a Major Tamás, és azt mondta, hogy hát dolgozzanak sokat, tanuljanak jól, mert magukra nagy szükség van. Nem volt utána generáció, aminek mindig azt mondja, hát nehéz az elhelyezés, sokan vannak, hát küzdeni kell, hát az, hogy szükség van rád. Na most én az operában ezt igyekeztem megvalósítani, meg mindenüttől vezettem. Hát nézzék meg hány fiatal. Hogy mondjam, ez a reklám helye, önmagamat dicsérem. Hát, nekem most nagy sláger darabom volt a Turandot, nagyon nagy sikerem volt vele. A szegedi szabadtéri játékokon volt először, de még Új-Zélandon is megrendeztem, Hamiltonban. Tehát nekem az egy izé volt, igazgató lettem az operában, egyet, soha nem rendeztem többet egy év, egyet. Tehát nem csináltam ezt, amilyen izé, hogy az igazgató gyakra főre mindent ma. Na, egyet, ott hát a Turandot, hát a Turandot. Jó. A Misura Zsuzsi nevű opera énekesnő volt Új-Zélandon, a Turandoton. És azt mondta nekem, hogy hát bejött hozzám, hogy te azt mondja, nézd meg, nem a Turandotra, de más a szerződtesd le ezt a Kovalik Balázs, egy tehetséges fiatal fiú. Mondom, mi, hát gyere le, nézd meg ezt a Turandotot, amit rendezett Szegeden. Lementem, megnéztem a Turandot, és azt mondtam, ez jobb, mint az enyém sokkal. És nem én rendeztem, rögtön átadtam a Kovalik Balázsnak. Mert mindig borzasztó fontosnak tartottam, hogy ne legyek doktor ugyanaz a villamos. Igen, mindig, nálam mindig nagyon sok fiatal indult el. Hát a televízióban az Esztergályos Károlytól kezdve, a bíró miatt, a Fehér György, aki a tanítványom volt, hát nagyon sok, nagyon tehetséges ember, és az, erre nagyon büszke vagyok. És az életműből mi az a darab, a Turandot egyrészt, másrészt a, hát a az operaigazgatás? A Tartüff, én nagyon szeretem. A művek, azok a szívecsücskei, vagy a hivatal, hogy mit hozott létre az operában, vagy hogy mit hozott létre a tévében, a 72 tévéjáték, 52, nem tudom, micsoda. Nincs. Színetár korszak. Nagyon örülök, hogy ezek voltak. Nem tartozom azok közé, az emberek közé volt valaki, egy színész. Azt mondta, az a Rémes, aki Kossuth díjat kapott, és oda ment, és gratuláltak neki. És akkor azt mondja, jaj, hagyjál már. Ez nem volt sose a műfajom.
Ha maga most ezért megdicsér, nagyon köszönöm. Nagyon jó esik. Ez annyira szép végszó, és annyira jó időérzékkel csinál végszókat, mint egy igazi rendező. De azt azért nem úszta meg, akartam volna még 3,5 percet arra szállni, hogy nem volt nagyon kicsike lányka a maga kislánya, amikor ottan a színészetet jóváhagyólag engedélyezte a számára. Tehát, hogy nem féltette? Hát tényleg babaként kezdte a dolgot. Nagyon fura dolog, az a következőképpen történt. Belebeszéljünk. Az a következőképpen történt. Hát ugye, a nagy képviség, Monte Carlo-ba zsűriztem éppen, és amikor csengett a telefonom, és ott a szállodában, és fölhívott a Miklós Tibor, aki meghalt, szegény nagyszerű pasi volt. Hát, hogy a Rock Színház játsza a Nyomorultakat, és nem akarom mondani a nevét, hogy melyik rendező rendezné, de itt volt a McIntos, az impresszárió, megnézte annak, nem tudom melyik rendezés, azt mondta, hogy ez neki nem kell, ezen szemben látta az én egyik rendezésem. Azt mondta, hogy nem vállalom el. Hát mondom, megismerkedtem vele. Előtte láttam Londonba kétszer, mert Londonba élt egy nagyszerű barátom, a Nyíri János, aki már meghalt, de szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy a Nyíri Jánosnak megjelent Magyarországon egy könyve, az a címe, hogy Madárország. Zseniális könyv. Aki nem a nagyszerű könyv. Na, ennél a Nyíri Jánosnál voltam mindig vendég, mert ő jómódú pasi volt ott, jól nősült, ahol volt. És ő mindig befizetett engem színházba, így láttam a Nyomorultakat, és mondom, igen, jó, ez van kedve. És akkor eljöttek hozzám a Várkonyi Matyi, az igazgató, meg a Miklós Tibi megbeszélni, és nyáron lett a szegedi szabadtéri játékok. És a feleségem nem volt otthon, és a kávét a Dórika hozta be. És akkor ránéztek, és azt kellett, legyen ő a kis Kozett. Na most nekem akkor eszembe se jutott, hogy ő színész akar lenni, de nyár, nyaralás, úgyse tudjuk hova tenni, de jó, jó, rendben van, legyen. De most ebben a kis Kozettben viszont akkora sikere volt, hogy ő egy mániákusan ráharapott erre a pályára, amiről én most már ides tova, nem is tudom, 30 éve igyekszek mindig lebeszélni. Talán már nem kéne. Nem, azért nem kéne, mert ez egy nagyon rossz pálya lett. Rettenetesen kiszolgáltatott. Korizlésnek, igazgatóknak, rendezőknek vacakul fizetett mindenért. De miért a maga fénykorában nem pont ugyanez volt a színészet? Hát, de vissza, az én koromban egy színész, ha bement a közértbe, akkor jobb minőségű parizert kapott. És az akkor egy nagy dolog. Ja, ja. És még azt is el lehetett intézni, hogy a Halász Jutkának a papája volt a miniszterhelyettes, és ő osztotta a trabantokat. Akkor a színész, és hogy mondja, pénz nem volt. De jut a például, de a színészetnek, mint olyannak rangja volt. Olyan rangja, mint még ma is Oroszországban. Szentpéterváron rendeztem, 3-szor voltam kint, de a következő volt, hogy kint a Vámon a legszigorúbb orosz nő rám jött, hogy miért, sok a csomag, meg egyáltalán meg. És akkor, aki velem volt a színházban, kérem az úr rendező, a Zenés Színházban. Na most Magyarországon is ez volt, az egy rang volt. Na de ma már, hát mondom, ezek a szörnyű celebek, meg ezek a folytat, hát hol nyújt ma egy színé? Hát nálunk a televízióban valaki sztár volt, akkor sztár volt, akkor egy ország néz. Hát ma ez, szóval, viszont a Dórika rettentően okos, rettentően jó debatter, remekül beszél. Mindig azt mondja, hogy miért nem ügyvéd, amitől ő nagyon dühös. De hogy mondjam, hát így alakult a dolog. Egyébként hát, hogy mondjam, azt mondta nekem múltkor valaki, hogy hát ez a Dóri, ez zseniális. Hát mire én azt feleltem neki ilyenkor, hogy nagyon szívesen vitatkoznék, de sajnos nem tudom. Az itt két jó végszó is telik Szinetár Miklósról. Az a helyzet, hogy nagyon elhallgatnám még, de
itten nézők is, de az oxigén, az ennyi törre van bemérve a helyiségbe. Úgyhogy az utasítás szerint én most megköszönöm, hogy itt volt. Önöknek meg megköszönöm a figyelmet, és szerintem magára lehet még itt egy műsor folyamat alapozni, úgyhogy megbeszéljük Sándor Annával, és jöhet máskor is. Jó? Hát, köszönjük. Köszönjük.